2013-ban Hargita megye tanácsa megnövelte a diákolimpiákat és tantárgyversenyeket támogató programja finanszírozását 65 ezer lejre, melyből 52 ezer lejjel a megyei olimpiák tantárgyversenyek megszervezését támogatja, valamint két rangos országos versenyt, továbbá ezek nyerteseinek díjazására 13 ezer lejt fordítanak. Hangzott el május 9-én a Csíkszeredai megyeházán a Ferenc Salamon Alpár megyei tanácsos, a testület oktatási szakbizottságának elnöke, Bartolf Hedvig főtanfelügyelő és Zonda Erika, a megyei tanács programok és alárendelt intézmények vezérigazgatóságának vezetője által tartott sajtótájékoztatón. Mi nagyon hálások vagyunk, hogy létezik egy támogatás, és hogy ezt a megyei tanácstól kapjuk, mert sok diákunk van, hál' Istennek itt Hargita megyében, akik helyi, megyei, de országos szinten, sőt, még nemzetközi szinten is szép eredményt érnek el. Legtöbbször csak az alapköltségeket tudjuk fedezni, például utazást még ott létet, viszont díjazásra sokszor nem jut pénz, mert nem találunk mindig szponzort, még azon kívül nagyon sok a verseny, tehát fárasztó is volna állandóan szponzort keresni, akkor lehet, hogy nem is volna semmi másra időnk. Ezért nagyon jó, és üdvözöljük a megyei tanács ezen kezdeményezését, hogy mindig beszáll és támogat szép kerek összegekkel, melyeket mi szépen leosztunk, és el is számolunk minden ősszel ezekkel az összegekkel, és tudjuk, hogy ezúttal a diákoknak és a felkészítő tanároknak is egy kis ajándékot és egy okiratot tudunk átadni. A sajtótájékoztató végén Bartolf Hedvig és Ferenc Salamon Alpár aláírták a Hargita megyei tanfelügyelőség és Hargita megye tanácsa közti együttműködési szerződést, majd a jelenlevők meghallgatták Búrján Emőke, a Csíkszeredai Nagy István Művészeti Liceum 12-es diákjának fuvala előadását.